Szóval üdvözlet mindenki, az előbb már elkezdtem ezt az élő bejelentkezést, aztán hirtelen eltűnt az internet, úgyhogy átkapcsolódtam egy másik wifi-nkre, és így valószínűleg azért jobb lesz a helyzet. Egy olyan kérdésről szeretnék beszélni, amit sokszor meg szoktak kérdezni, nagy érdeklődést is vált ki, ha az ember beszél róla, nevezetesen melyik az az életkor, amikor érdemes eltávolítani a bölcsességfogakat. Szóval mikor kell eltávolítani, mikor a legjobb eltávolítani a bölcsességfogakat. Nyilván a páciens szempontjából, hogy mikor jár a legkevesebb gyógyulási idővel, mondjuk, vagy mikor fordul elő a legkevesebb szövődmény, mondjuk az operatőr szempontjából, hogy mikor a legjobb a legkönnyebb a műtéttechnikai kivitelezhetőség, szóval egy csomó szempont fölmerül, és ha minden summázunk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez olyan 20 éves kor körül van ez az ideálisnak nevezhető életkor. Na most vannak szakirodalmi források, amik egy kicsit 20 fölé teszik, és onnan 24-ig, de mondjuk, ha azt mondjuk, hogy 17-től 24 éves korig, 24 már egy kicsit késő talán, de mondjuk a 20 éves kor körüli életkor az megfelelő ebből a célból. A 17 éves kortól meg már nyugodtan el lehet távolítani ezeket az úgynevezett impaktált bölcsességfogokat. Ugye mi is az, hogy impaktált a bölcsességfog? Az az, azt jelenti, hogy a bölcsességfog valamilyen okból nem tud kinőni, és ennek általában az az oka, hogy valamivel beleütközik, leggyakrabban az előtte levő, vagyis a hetes fogba, de vannak olyan bölcsességfogak, amik hátrafelé egy vastag csontrécbe ütköznek például bele. No és hogy miért, és hogy miért vagyok itt most a CT helyiségben, szeretném illusztrálni egy teljesen friss CT-vel, meg is fordítom a képet, íme. Ugye ez egy CT, mégpedig egy ma reggeli friss CT, még a műtétek előtt készült egy hölgynek, akit majd el fogunk látni, és azt is elmondom, hogy ugye megbeszéltük már, akik néztek velem ilyen CT-ket, hogy a CT képeken az oldaliság megfordul, úgy, mint egy röntgenfelvételen, szóval jobb kezünkhöz, tehát erre a részre. Meg is mutatom, tehát ugye erre a részre, ide erre a részre esik a páciensnek a bal oldala. Tehát ez itt a páciens bal oldala, ez a másik a páciens jobb oldala lesz majd. Jó. Mit látunk a képen egyből? Azt látjuk, hogy impaktált bölcsességfogai vannak ennek a kedves kisasszonynak, de ezek az impaktált bölcsességfogak még nagyon lent, illetve nagyon fent vannak. Ugye neki az volt az elképzelése, hogy az alsó és a felső bölcsességfogakat is eltávolítjuk egy időben altatásban, vagy valami hasonló. Én azt tanácsoltam neki, hogy egyrészt helyérzés tanítésben távolítsuk el, mivel neki még nincs szüksége a 4 bölcsességfog egyidejű eltávolítására, illetve a 4 bölcsességfogának az eltávolítására, mert még várhatunk ezekkel a felső bölcsességfogakkal, ugye picit rá is közelítek a felső bölcsességfogakra, szóval ezekkel a felső bölcsességfogakkal még várhatunk egy picit, mert várható, hogy ezek lejjebb fognak jönni, hiszen nagyon akadálya nincs ezeknek a fogaknak, és ha maradt áttörési tendenciájuk, akkor ezek lejjebb fognak jönni, és így az eltávolítás műtéttechnikailag is könnyebb lesz, valamint elkerülhető az, hogy az arcüreg megnyíljon. De most térjünk rá az alsó bölcsességfogakra, hogy azoknak az alsó bölcsességfognak az eltávolítással kapcsolatban mi a helyzet, és egy picit nézzük is meg őket. Ez a baloldali bölcsességfog egy picit különbözik a másiktól, mert ez egy kicsit jobban neki van dőlve a hetes fogacskának. Ugye itt látjuk ezt a bölcsességfogat, és azt is látjuk, hogy a fognak a tengelye, ugye, az egy szöget zár be az előtte levő hetes fog tengelyével, tehát ez innen kiférni sehogy se fog. A másik oldalon, picit át kell forgatnom a röntgent, hát nagy különbség az igazából nincsen. Tehát mindjárt képbe hozom, itt egy kicsit arrébb kell tennem ezt a kamerát, de ugye itt pedig a bölcsességfog, itt látható.
mi az érdekes ezekben a bölcsességfogakban, és hogy jön ez az egész az életkorhoz, az ideális eltávolítási életkorhoz. Annyit talán elárulhatok a paciensről, az adatai itt a képernyő sarkában, én látom, de ez nagyon remélem, hogy nincs benne a kameraképben. Szóval azt lehet elmondani erre a paciensről, hogy ő fiatal, ő 17 éves. 17 éves paciensről van szó tehát, és ha nézzük meg a, de talán átfordítom a másik oldalra, mert ott szebben fog látszani, nézzük meg a fogaknak a gyökércsúcsi részét. Ugye, ha azt megnézzük, hogy itt van az előtte levő hetes foga, ami mondjuk egy 5 éve nőtt ki ennek a fiatal hölgynek, vagy itt van az előtte levő hatos foga, ami mondjuk egy 11 éve nőtt ki ennek a hölgynek, akkor látjuk, hogy a gyökerek szépen ki vannak fejlődve, és a gyökér csúcsok azok már zárva vannak, szóval van egy úgynevezett forámen apikále, egy kicsi lyuk, amin a két ér, tehát az artéria véna, és egy idegképlet megy be a fogba, igen, ez az az ideg, ami annyira tud fájni egyébként, itt van a pulpakamra, itt vannak a gyökércsatornák a hetes fogon, és látjuk, hogy itt van egy gyökér csúcs, tehát a gyökérnek van egy vége, egy határozott vége. De ha megnézzük ezt a 8-as fogat, a bölcsesség fogat, ugye, akkor mit látunk rajta? Azt, hogy van egy koronai rész, ami ilyen szép fehér itt a fogon, ez mindig a zománc. Jó? A fognak a belső része ugye a dentinből áll, és a cement fedi majd a gyökeret. Tehát mit látunk? Hogy itt a zománc rész, itt a koronai rész, itt van a pulpakamra, még ezt is látjuk, itt a 7-es fog pulpakamrája, itt a 8-as fog pulpakamrája, és ez ugye a gyökércsatorna a 7-es fokba. Hát de itt nem látunk gyökércsatornát a 8-as fokba, és azt látjuk, hogy a fog vége az piszkosul nyitva van, szóval itt nincs egy ilyen forámen apikále, ami bezáródna, hanem egy nyitott gyökércsúcs van. Miért van ez? Azért, mert ez a fog még kifejlődésben van. Tehát amikor ez az előtte levő fog, ez a 7-es fog kifejlődésben volt, akkor annak a hetesnek sem volt ilyen zárt gyökércsúcsa, mint itt a képen látható, hanem annak is így nyitva volt a gyökércsúcsa. Vagyis ez a 17 éves kisasszonynak ez a bölcsességfoga még a kifejlődés állapotában van, azaz nem záródott a gyökércsúcs. No, ez az, amiért azt mondjuk, hogy a bölcsességfogak eltávolításának ideális ideje, ez a 17, 18, 20, 21, 22 éves kor, mert még nem záródtak a gyökércsúcsok. Egyszerűen úgy tudnám mondani, hogy a fog egyszerűen nem kapaszkodik annyira az álcsontba, ezért könnyebb mobilizálni, és ezért a gyógyulás is sokkal jobban tud végbe menni, gyorsabban tud bekövetkezni, mint egyébként egy már kifejlődött gyökércsúcsú bölcsességfog esetén. Azt még azért el kell mondanom, hogy mi a nehézség ilyenkor, mert azért az is van természetesen. Hát az a nehézség, hogy majd ez a fog még azért valamennyivel följebb fog jönni, nyilván, ahogy majd növekszik, de olyan nagyon sokkal persze ez a bölcsességfog nem fog tudni feljebb jönni. Még itt el kell mondanám a kisasszonynál azt is, hogy ő fogszabályzási kezelések után van. Tehát látjuk, hogy van egy szép harmonikus fogazata, megfelelő alsó és felső fogazati érintkezéssel. Na most, hogyha ezeket a bölcsességfogakat ilyen esetben behagyjuk az álcsomba, akkor megtörténhet az, hogy a bölcsességfogak növekedése folyamán, az alsóknál és a felsőknél is, ahogy neki feszülnek a hátsó hetesnek, elrontják ennek a fogszabályozási kezelésnek az eredményét. Úgyhogy mindent egybevetve ezeknek a bölcsességfogaknak az ideális eltávolítási ideje ennél a páciensnél most van, ebben a 17, 18, 20, 21 éves korban, ő ugye 17 éves. Úgyhogy a felsőkkel még várunk egy kicsit, akár egy évet is, majd megnézzük egy kontrollfelvételen, hogy hogy állnak, azok már szeretnénk, ha lejjebb jönnének, és az alsókat pedig majd oldalanként helyi érzéstelenítésben eltávolítjuk. Hogy miért oldalanként, arról talán még egy pár szót, ugye 4 bölcsességfog egy idejű eltávolítása az altatásban elvégezhető. Most ezen a képen mind a 4-et látjuk egyébként, tehát itt van a bal felső, jobb felső, jobb alsó, bal alsó bölcsességfog.
Tehát altatásban mind a négy bölcsesség fog egyidejű eltávolítása elvégezhető. Helyi érzéstenítésben azonban csak oldalanként tudjuk eltávolítani a bölcsességfalkat, egy alsót és egy felsőt mondjuk. Azért, mert hogyha mind a két oldalra vezetéses érzéstenítést adunk, akkor például nyelési reflexet kikapcsoljuk, és elég kellemetlen, ugye félrenyel a páciens, neki is kellemetlen, valamint helyi érzéstenítésben ez már műtéti megterhelésből is túl sok lenne. És akkor talán még egy dologról beszélnék, visszarakom magamra a kamerát, mert talán itt személyesebb a dolog. Még egy dologról beszélnék talán a bölcsességfogak kapcsán, mégpedig az eltávolításukról, a bölcsességfogak eltávolításáról. Tehát azt kell megérteni, hogy a bölcsességfogaknál nem az a korszerű terápia, hogy akkor távolítunk el egy bölcsességfogat, amikor az a bölcsességfog fáj, vagy panaszt okoz, vagy szájzárat okoz, vagy ne adj Isten, hogy gennyedzik, gyulladt, hanem az a korszerű terápia, ha a preventív eltávolítást végzünk. Ez nem valami újdonság, tehát évtizedek óta ez a szakmai álláspont, hogy a bölcsességfogak esetén a preventív, vagyis a épp még tünetmentes eltávolítás a jó megoldás, és nem helyes az az álláspont, ami évtizedekig uralkodó volt, hogy hát hagyjuk bent a bölcsességfogat, és majd, ha bajt okoz, akkor fogjuk eltávolítani. Ez az álláspont azért nem helyes, mert a bölcsességfogak körül kialakuló gyulladások igen súlyosak és fájdalmasak tudnak lenni, akár életet veszélyeztető gyulladások is ki tudnak alakulni a bölcsességfogak körül, és ha teljesen egyértelmű, hogy egy bölcsességfog nem fog tudni előtörni, ugye, akkor nincs is értelme a szájban tartani. Itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy a bölcsességfognak a későbbi úgynevezett koronatartó fogként, vagy koronapillérként való felhasználása, az ma már teljesen perifériás, amióta a fogászat implantáció minden nap gyakorlat részévé vált, azóta ilyen szempontból sem törekszünk már a bölcsességfogaknak a megtartására. Úgyhogy összefoglalva, a bölcsességfogak ideális eltávolítási ideje már a páciens életkorát nézve, ez a 17-18-20-21-22 éves életkor, és azért, mert akkor még a gyökércsúcs záródása, a gyökércsúcs kifejlődése nem fejeződött be, így a műtét ekkor végezhető el a legegyszerűbben, még akkor is, ha a csont alatt van a fog, a leggyorsabban gyógyul és a legkevesebb szövődménnyel. Ezeknek a bölcsességfognak az eltávolítása jár. Köszönöm szépen a figyelmet!